A szörfözés az arról szól, hogy a felkészülés, mikor az ember meg megy a víz felé, akkor már töltődik felfele, és abból lehet újra energiát meríteni. Sokan hiszik azt szerintem, hogy mi erős papok vagyunk, amikor itt ácsorgunk itt kinn a nagy viharokban vagy a szelekben, hogy itt valamilyen titkot őrzünk, de ez mondjuk nem igaz, mi csak szeretjük ezt. Hát szerintem mindenkinek megvan ez, hogy mi az, amit így elfoglalja magát, hogy örömet talál benne, hát mi ezt találtuk ki így magunknak. Forró dróton tartjuk a kapcsolatot. Hogyha már olvassuk az újságban, vagy nézzük a tévében, hogy közeleg a szél, akkor már mindenki próbálja úgy rendezni ugye az idejét. Aztán, amikor tényleg elkezd fújdogálni, ugye általában olyan szépen lassan megérkezik, és akkor felfújja magát, akkor jönnek a telefonok, hogy milyen a helyzet itt lenn, mit tudtok a szélről, és akkor rögtön oda-vissza megy a dolog, hogy gyerekek, lehet készülődni, lehet összeszerelni, lehet beindulni, és akkor mindegy mékas csapat így zsong, és indul be a vízbe. Aki nem tud szörfözni, az kájtozik. Sajnos ezt nem szeretik, de nagyon sokan, akik kájtoznak, azok szörfözéssel kezdték először, és utána tértek át, mert hogy más megunták. A széllel való kapcsolat az viharos. Inkább ezt tudom rá mondani, mert néha azért, mondhatom ezt, hogy szoktunk vele beszélgetni, hogy most mi a véleményünk a jelenlegi állapotról, de itt a Balatonon tényleg nem egy kiszámítható, mert nem nagyon egyenletes, nagyon ritka az, hogy egy egész délután több órán keresztül egyenletes szélerőség legyen, és ezért sokszor van az, hogy kiberohangászik az ember, és kisebb vitorla, nagyobb vitorla, pont rosszkor cseréli, mert amikor cserélte, akkor pont jó lett volna, amikor, amivel bent volt, úgyhogy viharos, inkább tényleg azt mondani, viharos a kapcsolat. Volt már olyan, hogy összeszereltetek, és mondjuk leállt a szél? Nem egyszer. Leginkább most a fordulónak örülnék, hogyha összejönne, de azért már így ugrásokat, azokat gyakorolgatjuk, azok mennek is, úgy, ahogy szépszerivel, már hogyha nem úgy jön össze, és akkor egy-egy esés a vége. De most leginkább ez, hogy a fordulás menjen, aztán utána jön a többi. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?
a többiek azt mondták rád viccesen, hogy kite gyilkos vagy, ez mit jelent? Miért, mivel érdemelted ki ezt a szép titulust? Hát megpróbáltam kite-ozni. Az első próbálkozás az egy régi kájttal történt, és rögtön egy 10 perc után elszakadt az egyik kájtzsinór, és utána fel kellett hagynom a kájtozást, és ki kellett jönnöm a partra, megpróbáltuk megszerelni, de nem sikerült. Aztán rá egy pár héttel később megint megpróbáltam egy másik kájttal bemenni, akkor pedig kiszakadt az egyik tyúbja, úgyhogy teljesen tönkrement az ernyő, szintén nem sikerült tovább folytatni a kájtozást, és a harmadik alkalommal akkor is tönkrement az egyik tyúb, úgyhogy kb. Egy olyan 5 méter tudtam vele síklani, és akkor szintén ki kellett hozni. És akkor hogyan tovább? Hát most megcsináltattuk az ernyőt. És most lesz negyedik alkalom ezek szerint? Persze, persze. Ez egy olyan sport, hogy igazából sosem szabad feladni, próbálkozni kell, és remélem, hogy egyszer összejön, hogy már valami komolyabb élményről is be tudunk számolni. Mi a legjobb? Az a szabadságérzés, amikor száguldasz a vizen, és a természetnek egy olyan erejét fogod meg, ami megfoghatatlan tulajdonképpen. Tehát ezt érezni kell, benn kell lenni és menni kell, és ezt akkor tudod meg csak igazán. Próbáljuk nem csak a vizen, hanem a szárazon is azért egyben tartani a csapatot. Futballozunk is ez mellett, van egy kis saját kis csapatunk, amatőr szinten teljesen, de az is hasonlít a szörfhöz saját magunk szórakoztatására. Ez mellett, hogyha szélcsendes időszakok vannak, össze szoktunk gyűlni, és egymásról vagy magunkról készített felvételeket szoktunk ugye egógyarapításként nézegetni a tévén.